megjelenítést hallhatnak. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. És Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető van itt velünk. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Csak egy gyerek van talpon a vidéken. Ez a budapesti értéktőzsde. Tényleg? Hát azért árnyal nem egy kicsit a képet, de valamennyire igaz, hogy az európai tőzsdéken, a főbb tőzsdéken elég komoly esés van ismét, vagyis folytatódik az a rossz hangulat, ami az elmúlt napokat jellemezte, és hát mindenhol 1% fölötti van, ahol 1,5% körüli esést mutatnak az európai indexek. Ehhez képest a budapesti értéktőzsde a maga 0,7%-os csökkenésével felül teljesítőnek mondható. Ja, bocs, akkor, ja igen, visszacsúsztunk. Jó, akkor csak egy gyerek, jó, akkor jobban álljuk a sarat, na? Igen, jobban bírjuk az ütéseket. Ha nézzük a egyedi részvényeket, akkor az OTP esik a legnagyobbat, ott 1,4%-os most a mínusz 17.630 forint. Volumenben? Van. Volumenben nem mondanám annyira brutálisnak a dolgot, úgyhogy ez is mondható jó jelnek, hogy nem óriási forgalom mellett van most ez az esés. Ha csak az OTP-t nézem, még a 400 milliót sem érte el, ha az ösztőzsét, tőzsdét nézem, akkor hát nagyon kevés, 600 millió alatti a forgalom, tehát ez azért így 40 perccel a nyitás után egyáltalán nem mondható erős nyitásnak, vagy erős forgalomnak, úgyhogy alapvetően azért azt gondolom, hogy vannak jelek, amik az optimizmusra adhatnak okot. Egyébként majd áttérünk a forintra, ahol meg még inkább vannak jelek az optimizmusra, de most már végigmondom a részvényeket, ha már ebbe kezdtünk bele. A MOL-nál 0,4%-os a csökkenés, 2436 forinton volt a legutóbbi kötés. A Richter már közelíti a tegnapi záróárát, 8630 forintjával, mindössze 5 forinttal van lejjebb tegnapi záróértéknél, úgyhogy ott kifejezetten pozitív a napon belüli mozgás. Az M-Telekom 0,2%-kal csökken 417 forintra, és a kisebb részvények között jó pár pozitív, vagyis emelkedő részvénypapírt is lehet látni. A Graphisoft 0,2%-kal, a Waberers több mint 2%-kal tudott emelkedni, és az Autovalis is 0,8%-kal, úgyhogy a kis papírok legalább jól teljesítenek, vagy még jobban teljesítenek. Na nézzük akkor azt a forintot. Hát bizony, hiszen ugye már tegnap is folyamatos volt az erősödés, amit ma ugye, vagy bocsánat, még a tegnaphoz tartozik, ugye Matolcsi György nyilatkozata, amely megerősítette azt, hogy mindenképpen az infláció elleni küzdelem a legfontosabb, és a kamatoknak addig kell emelkedni, amíg meg nem állítják az inflációs folyamatokat, vagy meg nem fékezik, és ennek ma újabb lépését is megtette a jegybank, ugye ezt az egyhetes értéket, amit most már külön kezelnek az alapkamattól, ezt 3,1%-ra emelték, vagyis újabb 20 bázisponttal, és ennek köszönhetően most már 361-nél jár a forint, ami hát ahhoz képest, hogy egy hete még a 370-nel küzdöttünk, azért nagyon komoly kis erősödésnek mondható, és most már egyértelműen tendenciózus. Igen, tök jó, hogy csak 361 forint. Hát, hosszabb távon nézve. Képest van. Persze. Ma tette ha van közé, a relativitás elmélet napja, így ma tette van. Közé. Abszolút. Na mindegy, tényleg örülünk neki, mert ezen a rövid távon egy jó erősödés volt. Hát még van hova gyúrni, hogy a szép délceg ifjúkori forintunk előjöjjön, akinek nem voltak ekkora úszógumiai, de hát majd próbálkozunk. Igen. De jelek vannak, 20. századi jelek a falakon. Ugye? Kérdés, hogy megállítható-e az öregedés, ugye, hamar ezt a példát. Júj! Hát igen. Figyelj, cséntek van, úgyhogy optimistára kell hangolni a végét, úgyhogy szerintem legyen úgy, hogy jó erősödés volt. Egy kis botoxal ki lehet simítani. Mindent meg tudunk. Photoshoppal oldani. Abszolút, így van.
Oké, Szilárd, nagyon köszönjük, szép napot. Köszönöm, neked, jó munkát, napot, szia, szia. Buró Szilárddal, a pénzügyi innovációs vezetővel néztük át a tőzsdenyítás után kialakult árakat. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Következzen egy zene, ami